Leginkább lelki segítségért fordulnak a hívek hozzánk, mondták a szexádon működő keresztény egyházak képviselői. Ezekben a napokban a megerősítés a legfontosabb feladat. Abban már eltérőek a lehetőségek, ha valakinek a mindennapi megélhetéséhez is hozzá kell járulni. Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész azt mondja, szeretett szolgálatuk felmérte az igényeket. Ha szükség van, akkor adományjal is így van, így van. Igen. Anyagi adomány, illetve élelmiszer csomaggal, készpénzzel is, ha kellett, igen. Koszó Gyula református lelkész azt mondja, a bevásárló listák alapján már több hívőknek végeztek el az önkéntesek bevásárlást. A gyülekezetünknek van egy diakóniai alapja, amibe, így mondom most behuny szemmel gyűjtünk, amiatt mert nem tudjuk, hogy mire lesz szükség. És ez a diakóniai alap ez rendelkezésre áll. Tehát, hogyha bárkinek megszorultságában segítségre lenne szükség, akkor tudunk segíteni. A katolikus egyház által működtetett szeretett szolgálat tagjai is karanténban vannak. Lévén általában idősek végzik a szolgálatot. Így itt csak lelki segítségre számíthatnak a rászodulók. Mi most nem tudunk nagyon így adományokat sem fogadni, sem továbbadni, hiszen akik ezt tennék, ők is el vannak zárva, úgymond a külvilágtól, de lélekben tudunk segíteni. Tehát amit, amit én, mint pap fel tudok ajánlani, az a szentgyónás, amíg tudunk a hívekkel találkozni, vagy lehet így ő kimenni az utcákra. A betegek kenete, a haldoklóknak, oda bárki ezzel megyünk, ha kell, akkor a kórházba is bemehetünk, akár a vírusosokhoz is bemehetünk. A lelkészek azt mondják, nyitva áll a templom és a plébánia minden rászóduló előtt, ha úgy érzik, kapcsolatot kell teremteniük ínségükben.